kávé különlegességek, hideg borok, valamint számos pálinka várta a Sárgödörtére kilátogatókat a jubileumi kávébor és pálinka fesztiválon. A Szent Ivánéi Bormáborból létrejött program az elmúlt 5 év során több tízezer főt csalogatott már a Sárgödörtérre, valamint már nem csak megyei, hanem országos szinten is ismerté vált, ami a neves előadóknak is köszönhető. 2 nagy szuperkoncertet sikerült leigazolnunk az idei jubileumi kávébor és pálinka fesztivál, ugye az egyik napon a Majka Curtis, aztán Kowalski meg a Vega fog a színpadra lépni. Ilyen bátran elmondhatjuk, hogy mindegyik alkategóriás fellépő a magyar fesztiválpiacon. Ugye ezen kívül lesz a Soulwave a pénteki napon és szombati napon nagy örömünkre az első paksi koncertjét a Houdinis itt fogja nálunk adni. Idén annyi változás volt a fesztiválon, hogy a kávéterasz új helyszínre költözött, könnyebbé vált a megközelíthetősége. A rendezvényre érkező több ezer fős látogatók között mindenki megtalálhatta a számára vonzó program kínálatot, illetve italt. Sokan kávéval indítottak, majd a nagy hőség miatt átértek a borra. Leginkább a fehér borokat, rozé, és ha nagyon-nagyon finom vörös bor, akkor azt is szívesen megkóstolom. A gasztroteraszon a már hagyományá vált fesztivál burger és street food mellett a szervezők idén külön a gyerekekre is gondoltak, őket mini menüvel várták. De ezen felül volt még jégerterasz is, valamint borsétány, ahol 8 paksi borász nedvéért lehetett megkóstolni. A kiérkezők közül sokan nem először jöttek el a rendezvényre. Szerettük, mindig nagyon jó volt a feelingje, nagyon jó programok vannak és koncertek, úgyhogy szeretjük, mindig jövünk. A rendezvény első napján a nagy koncert előtt bejelentették a Puttonyos Fesztivál időpontját, ami 3 hónap múlva lesz, szeptember 23-án, illetve a programsztár fellépőjét is kihirdették, ami a halott pénz lesz.